Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban megkezdem 2022 összegzését, és kezdjük is azzal, hogy mik voltak a kedvenc barangolásaim a tavalyi évben. Ugye ezt először tavaly csináltam, tehát egy 2021-es barangolásaimból válogattam ki 5 kedvencet, mert hogy ott is, tehát túl sok kedvenc könyvem, mármint olyan könyvem volt 21-ben, amit kiemeltem volna, mint kedvenc, és ugye általában 5-öt szoktam a top kedvences videóba kiemelni. Túl sok lett volna, úgyhogy ezért ketté osztottam, tehát kiemeltem egy sima kedvenceket, meg egy barangolós kedvenceket, tehát gyakorlatilag, ami nem amerikai, angol vagy magyar szerzős könyv volt, az számítottam oda. Mert abból relatíve úgy kevesebb van a többihez képest. És idén még nagyon bajba voltam, mert ahhoz képest, hogy azt éreztem, hogy amúgy nem is olvastam sok könyvet, meg nem is olvastam jó könyveket, így amikor végignézek a molyos listámon, hogy amúgy miket olvastam, rá kellett jönnöm, hogy amúgy tök jó könyveket olvastam, és így tök jó élményeim voltak, még úgyis, hogy egy csomószor úgy éreztem, hogy tökre szenvedtem az olvasással, úgyhogy az a helyzet, hogy idén még egy harmadik kategóriát hozzá kellett adnom az éves kedvencekhez, ami a kedvenc képregényeim 2022-ből lesz. Spoiler alert! Tehát 3 kedvenc összegző videóm lesz, mert egybe összerakni őket úgy gondoltam, hogy az úgy sok lesz, úgyhogy, mert a videó lesz hosszú, nagyon, inkább szétbontom. Szóval a mai az a kedvenc barangolásaim lesz, és ezen kívül lesz a sima 2022-es kedvencek, meg a 2022 kedvenc képregényei is, mert idén már azért eléggé megtoltam a képregényezést is. Ami tök jó, és tök örülök nekik, mert nagyon jó képregényeket olvastam. Nyilvánvalóan ezt a ajánlására a legtöbbet, tehát elég egyértelmű, hogy jók voltak. No, barangolás fronton annyi barangolós videóm idén nem volt, mondjuk, mint tavaly, 22-ben, mint 21-ben. Mert 2021-ben nagyon-nagyon sok új barangolásos videó volt, nagyon sok új nemzettől olvastam, mondhatjuk talán így. Idén is egész sok különböző nemzetiség megvolt, annyi, hogy ennek nagy része olyan volt, amelyiktől már egyébként olvastam. Úgyhogy ezért nem volt külön videó róla, de hogy én magamnak írtam, hogy igen, ez nem tudom, ez egy dán könyv volt, ez egy svéd könyv volt, ez egy ilyen könyv volt, ez egy olyan könyv volt. És akkor ezekből válogattam ki a kedvenceimet, de egyébként ebben a listában egész sok olyan van, ami egyébként idei új barangolás, mármint új nemzetiség is. Úgyhogy nézzük, mi kerültek be a top 5-be. Lehet, hogy több lesz, mint 5 könyv ebben a videóban megemlítve. Ki tudja, lehet, hogy döntésképtelen voltam. Azt tudni kell, hogy nagyon sok könyvet egyformán értékeltem idén, és ez is nagyon nehezíti azért azt, hogy kiválasszam, hogy mi volt igazából kedvenc. Mert nagyon sok könyvre ugyanúgy gondolok vissza, hogy ezt is tök szerettem, ez is egy tök jó élmény volt. Lehet nem adtam neki mondjuk 5 csillagot, csak 4,5 vagy 4-et, de hogy akkor is így bennem van. De amúgy ezt tök szerettem, meg ez egy jó sztori volt, úgyhogy nem érdekelnek a szabályaim, mert én hoztam őket és megváltoztathatom őket, úgyhogy több könyv lesz ebben a videóban. Az első, ez egy nagyon szuper olvasás élményem volt, ez egy haiti szerzőtől, mégpedig Alexander Yates-től volt, a How We Became Wicked. Nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, ez egy ifjúsági disztópia, de ez egy olyan ifjúsági disztópia, amit én még nem olvastam. Nagyon más kaliberű volt, mint az Útvesztő, meg ezzel kezdte el is mondom a külön barangolásban, ami van róla. Világító szúnyogok, ha megcsípnek, akkor így a kedves énedet mondjuk úgy, hogy elveszted, és helyette így ránézve valakire, és így mi lenne, ha megszúrnálak? Szerintem jó buli lenne agyon szúrni. Szóval ilyen kis kedves dolog történik, tehát legalább nem zombulsz meg, na. Azért ez is valami. És ebben követünk történet szálat, ami olyan zseniális módon fog összeérni, gyerekek. Hogy én lefordultam, mikor ezt a könyvet, nek a hangos könyvét hallgattam a buszon, majdnem lefordultam így a folyosóra, hogy mondom. Szóval igen, és nagyon szerettem a hangos könyvet is, és nagyon-nagyon jó volt, és az írója nagyon cuki, mert ugye írtam Goodreads-re magyar újsértékelést, és írta nekem, hogy ez volt az első magyar értékelés, és nagyon kis kedves volt, úgyhogy így még jobban tudom értékelni ezt a könyvet, ráadásul nagyon szép ez a könyv, úgyhogy így kicsit a
materiális én nem szeretné, hogy legyen saját példány, csak drágák a könyvek, főleg a külföldiek, úgyhogy nem lesz. Nagyon jó volt, nagyon jó lenne, ha ezt egyszer kiadnánk, de mivel relatíve nem egy olyan túlismert könyv külföldön se, nem látok rá sok esélyt. De ha valamelyik kiadónak esetleg fel kell tenni az érdeklődését, akkor én nagyon tudok mellette voksolni. Nagyon jó. Tényleg. Nagyon-nagyon jó. Második könyvünk ezen a listán az a Persepolis, ami még Booktube könyvklubos közös könyv is volt. Ez ugye, na ez itt egy ilyen kettős dolog, ez egy képregény, de ez egy barangolás is volt egyben, úgyhogy áttoltuk barangolásokhoz. Annyi kiemelkedő, vagy a barangolások között könnyebb volt válogatni, szóval ezt így simán át tudtam idehozni. Ő ugye iráni, illetve francia is, de hogy inkább az iráni miatt volt idén nekem érdekes, tehát én az iránihoz használtam fel, mint szerző. Ez gyakorlatilag a szerzőnek a ilyen önéletrajzi képregénye. Nagyon szerettem, nagyon tanulságos és érdekes volt, erről meg van egy közös kibeszélőnk is Zsófival, illetve van egy szintén van egy barangolásom is, illetve a szerző másik kötete is ott benne van, az asszonybeszéd, mert azt is imádtam. Az is itt, az ráadásul itt van? Mert a Persepoliszt azt könyvtároztam, ez viszont ez itt van. Szóval gyakorlatilag ez a kettő együtt jár, mert együtt olvastam, de ez is nagyon, tehát imádtam Marjane Satrapinak a stílusát, nagyon tetszett. A következő, azt a Pontos veszőparipa lányokkal és Esztivel olvastam együtt, ez Sixin Liu-tól, Liu Sixin, mindig összekeverem, hogy kell kimondani, a Hangyák és dinoszauruszok, ami egy ilyen szatirikus mese, politikai allegória, ökológiai vészcsengő. Gyakorlatilag ez a kötet arról szól, ez ugye egy kínai szerző, a kötet arról szól, hogy a hangyák és a dinoszauruszok koexisztenciája hogyan épít egy civilizációt, ami aztán nyilvánvalóan a dinoszauruszok kipusztulásához vezet, és eléggé erősen párhuzamba vonható, nyilvánvalóan ez a dolog az emberiség jelenlegi állapotaival, úgyhogy nem mondom, hogy vidám leszel tőle, de nagyon élveztem, és nagyon érdekesnek találtam a kötetet olyan szempontból, hogy hogyan tud valaki egy olyan történetet írni, ami tényleg tehát hogyan lesz a hangyáknak és a dinoszauruszoknak civilizációja, tehát el nem tudtam képzelni, ez a könyv milyen lesz, és igazán nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy igen. Na, a következő, az szintén egy önéletrajzi kötet, és egy észak-koreai, ez Hyun So Lee-től, várjunk, benne van, Hyun So Lee-től, bocsánat, és David John-tól, a Lány hét névvel, itt ugye Hyun So-t követjük végig a gyermekkorától kezdve, egészen odáig, hogy elmenekül Észak-Koreából Kínába, és utána a végén hosszas úton Dél-Koreába, és aztán még hogyan menekíti át a családját is Dél-Koreába. Szintén nagyon tanulságos volt számomra ez a kötet, szintén nagyon szerettem. Az idei barangolásaim között, vagy az idei olvasmányaim között szerintem úgy általánosságban sokkal jobban talán így. Mondjuk azt, hogy nem annyira ilyen fantazit, meg ilyeneket olvastam talán, és tehát ez is, meg a Persepolis is sokkal jobb betekintést nyújtott számomra olyan kultúrákba, amikről alapvetően én nem tudok sokat, vagy nem tanítottak iskolában sokat, úgyhogy ez ilyen szempontból tök jó volt, és hát nyilván ebben a könyvben nagyon látszódik, hogy a diktatúra az hogyan agymossa az embereket, tartja őket rettegésben és szolgálatban, úgyhogy igazán érdekes kötet volt számomra. És szerencsére happy endnek mondható a dolog. Igen. Aztán mennyit akartam mondani, nyilván közben túlmelegedett a kamera. No, igen, és itt a végén voltam egy kicsit problémában, mert ugye idén olvastam a Stalenhag köteteket, ugye a Mesék a hurokból, a labirintust és az elektronikus államot, amik ugye ilyen fénykép, ilyen album-szerűek, némi szöveggel, tehát ilyen a regény és a képregény között vannak mondjuk úgy félúton. Ő ugye svéd szerző, és ezek nagyon érdekesek voltak számomra, és nagyon-nagyon szerettem nézegetni benne a képeket.
Úgyhogy nyilván ezt tudnám mondani egyiknek. Emellett viszont még, szóval ezzel ugye így meg lenne az 5 plusz 2, mert igazából az elektronikus állam volt a legjobb, az, vagy azt tetszett talán a legjobban. Na mindegy. És ezen kívül, ami még itt így szóba jöhet ennél a rangsorolásnál, az a Crazy Rich Asians Kevin Kwan-tól, aminek én imádom a film adaptációját, szerintem zseniális, még lehet jobb is, mint a könyv. Megkockáztatom, hogy ezt mondom. Sokkal több minden történik a könyvben, ami lehet, hogy így némileg... De a filmet jobban átvitték a rom-com vonalra, ezzel szemben a könyv maga kevésbé kom, meg rom. Itt inkább ez egy ilyen egész erős társadalom kritika. És ugye ennek még van két kötete, amikre kíváncsi vagyok, mert hogy ugye folytatja a sztorit, hogy Rachel elmegy megkeresni az apját, ami azért elég érdekes lenne szerintem, úgyhogy meg szeretném beszerezni a folytatásait, ez pedig tajvani szerző. Dehogyis, hülye vagyok, szingapúri! Jézusom! Na mindegy, szingapúri szerző. Igen, elég... Azért ebbe volt szöveg. Szóval ezt is szerettem, illetve amit még megemlítenék, az... Elihéző Vuttó volt a Love Hypothesis. Na most szerelem képlete vagy szerelem egyenlete a magyar címe? Az a helyzet, hogy ez a... Szerintem szerelem képlete a magyar címe. Igen, tehát ennek szerelem képlete a magyar címe. Az a Love Hypothesis, ami Andiék eléggé toltak. Tehát hogyha valaki nem látta Andiéknál a szerelem képletét, akkor egy kő alatt kellett ahhoz körülbelül élni. Mármint bocsánat, csak Andiék nagyon szeret, Andi és Szanna nagyon-nagyon szeretik a szerelem képletét, és akkor én egy romantikus ridatonyuk alatt ezt elolvastam. Amúgy tényleg jó könyv, én ezt elismerem, mármint így jó vannak benne olyan dolgok, amilyen jó. Ami nálam sajnos elrúgta a pöttyöst, az már megint mi más lett volna, ha nem az erotikus jelenet benne, az a két fejezetnyi szex, ami ott volt. Annyira nagyon nem feküdt az a dolog. Nem. Az úgy nem, tehát azt így ki kellett volna dobni az ablakon abból a könyvből, és azt mondom, hogy mint romantikus könyv. Itt sajnos nem. Valahogy ott elvesztett engem, amikor tudjátok, megkérdezi a kigyúrt, nagyon szexi főszerep, mármint pasi, hogy can I f**k you? Már angolul olvastam, és így nem! Ki az ajtón? Tűnés! Na mindegy. Nyilván ez egyéni preferencia kérdése, szóval nem, az nem jött annyira át. És azért barangolás, mert Elie Hazelwood egyébként olasz származású szerző, szóval igen. Ezen én is meglepődtem, mikor elolvastam a könyv végén a szerzőről íródott részt, de szóval olasz, szóval gyakorlatilag az is barangolásnak számít. Úgyhogy ez csak a jelen említés szintjén, igazából ezt nem tudtam eldönteni, hogy a Crazy Rich Asians vagy a Stalenhag legyen, úgyhogy ilyen plusz egy, kettő, három könyvet így hozzámondtam. Szóval ezek lettek volna nekem a kedvenc barangolásaim 2022-ből, ha nektek is volt esetleg kedvenc barangolásatok, írjátok meg kommentben, hogy mi volt az, és melyik könyv, meg milyen nemzetiség. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!